fecskeavató, adománya kórháznak, kicsit ködös, kicsit csúszós, óvatosan az utakon, pályázati felhívás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 13-án 18 óra 5 perckor. A karcagi Györfi István katolikus általános iskolában megtartották a fecskeavató ünnepséget. A karcagi Györfi István katolikus általános iskolában megtartották a fecskeavató ünnepséget, ahol az elsősök fogadalmat tettek szüleik, tanítóik és alsós társaik előtt. A fecskeavatót hagyományosan rendezzük meg iskolánkban. A kis fecskék, amikor megérkeznek, ők az elsősök. Megvárjuk, amíg valóban iskolásokká válnak, és ez körülbelül egy hónap, amíg beszoknak az iskolába, és akkor felavatjuk őket igazi győrfisekké. Ez egy szertartás már az iskolában. A barátság, a szeretet és a tudás fája mellett felsorakoznak a kis elsősök, melléjük állnak a nagyok, a nyolcadikosok, és elmondják a fogadalomtételt. A nyolcadikosok apró ajándékot adtak át a legkisebbeknek, akiket ezután az alsós társaik műsorra köszöntöttek. A fogadalomtétel után megajándékozzuk őket, most az ajándék egy emléklap lesz, mindenkinek egy névre szóló emléklap, és egy kis vonalzó, amelyen az Isten hozott felirat áll. Ezt a nyolcadikosok adják majd át nekik. Noroszné Millinghofer, itt a kolléganőm készül a táncházzal is, és akkor mindenki táncba jön, fején a szalma kalapjával, aztán itt az udvaron lehet látni a madárijesztőket, úgyhogy gondolom, hogy most már minden együtt áll a vigasság elkezdéséhez. A délután második részében szüreti mulatság vette kezdetét. Ugyanúgy hagyomány az iskolánkban a szüreti mulatság, és ezt össze szoktuk kötni a fecskeavatóval, és ez a mai napon is így lesz. 8 helyszínen várja majd a vásári forgatag a fecskeavató után a gyerekeket, ahol a krajcárjaikat költhetik el. Minden állomáson egy krajcárért lehet valamilyen tevékenységet végezni. Van, ahol mustot lehet inni, hiszen a csősztől megszerzik majd a gyerekek a szőlőt, amit aztán a mustoldában majd kifacsar a mustoldás. Aztán tovább mehetnek, és szörpöldét is megkóstolhatják, a szörpöt, amit szülői felajánlásból kaptunk. Aztán zsíros kenyeret tehetnek, aztán halacskát pecázhatnak, célba dobhatnak, erejüket megnézhetik, hogy milyen egy következő állomáson. Ezek ilyen helyek, aztán zsákbamacska is lesz majd, mindenki húzhat magának zsákbamacskát, tegnap nagy szorgalommal csomagolták a tanítónénik a zsákbamacskákat, úgyhogy mindenkit érdekes ajándék vár majd a zsákbamacskában. Itt köszönjük szépen a szülőknek a felajánlását, hiszen nagyon-nagyon sok plüss érkezett, amelyek közül van a zsákbamacskában is, de azon kívül még más ajándékok is várják a gyerekeket. Fodor Gusztáv lelkésszel, a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör egyik alapítójával beszélgettünk, hiszen újabb adománnyal érkezett Karcagra. A Tiszatavi Keresztény Polgári Körnek a menetrend szerinti járata megérkezett Karcagra, mondta a lelkész, a körelnöke, aki most két adományt is hozott. Nagyon szeretjük ezt a várost, nagyon szeretjük ezt a helyet, hiszen nagyon-nagyon sok szeretetet kapunk a Kátai Gábor Kórház vezetőségétől, és nagyon sok szeretetet és tiszteletet kapunk a városnak a vezetőségétől is, és mindkét intézményt megajándékoztuk. A Magyar Református Szeretetszolgálattal karöltve a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör 1 millió forint értékű orvosi eszközzel ajándékozta meg a Kátai Gábor Kórházat, és a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör 1 millió forint értékű sporteszközzel ajándékozta meg a Karcagi Sportegyesületet. Hiszünk Karcagnak a sport életében, támogatjuk a fiatalokat, és ezzel az adománnyal is szeretnénk mindkét intézményt buzdítani, hogy folytassák ezt az elkötelezett, fantasztikus munkát, amit végeznek, és a következő alkalommal pedig Kenderesre szeretnénk menni, és ott pedig egy 1 500 000 forint értékű játék adománnyal szeretnénk a helyi katolikus óvodát megajándékozni. A hollandiai protestánsok gyűjtötték ezeket az adományokat, és Fodor Gusztávékra bízták, hogy postásként adják át a lehető legjobb helyre. Így döntöttek a karcagi és a kenderesi segítség mellett. Ez az adomány hollandiai közadagozásból érkezett ide hozzánk. A hollandiai protestánsok gyűjtötték ezeket az adományokat, ránk bízták, hogy postásként adjuk át a lehető legjobb helyre, és én úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyre is hoztuk.
A kórháznak érkeztek nagyon értékes elektromos műtőágyak és rengeteg hasznos orvosi segédeszköz. Ezek műtőágyak, nagyon értékes elektromos műtőágyak, és ezen kívül pelenkák, és hadd nem mondjam, hogy mik érkeztek, hiszen én lelkipásztor vagyok, a teológiához értek, de a medicinához nem, de rengeteg olyan hasznos orvosi segédeszköz érkezett, amelynek nagyon-nagyon örülnek, és örültek a helyi orvosok és az egészségügy képviselői. Mint megtudtuk, egy nagyon szép adományt készítenek elő a Kátai Gábor Kórháznak. Hollandiában, Amsterdamban az AMC és egy másik kórház össze fog olvadni, és most azért lobbizik a Gyermekek Szükségben Alapítvány és a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör, hogy sok bútort és orvosi eszközt a Kátai Gábor Kórház számára ajánljanak fel. Csak köszönetünket fejezhetjük ki, azt gondolom újfent, hiszen ez már a sokadik adomány, amelyet a Tiszatavi Polgári Kör, illetve a Református Szeretett Szolgálaton keresztül került városunkba. Ugye jelenleg a kórház kapott egy újabb adományt, illetve a Karcagi Sportegyesület is jelentős, közel 1 millió forint értékű sportruházathoz jutott ezen az adományon keresztül. Tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon szépen köszönjük, hiszen minden segítség jól és jókor jön a mai időkben. Mindenképpen szükséges a megfelelő ellátás biztosításához, vagy a körülmények jobbátételéhez, legyen az egészségügy, szociális vagy sportterület is. Úgyhogy valóban köszönetünket fejezzük ki a Tiszatavi Polgári Körnek és a Református Szeretett Szolgálatnak. Nagy Attila Csaba, a kórház gazdasági vezetője örömmel vette át az adományt, mely, mint fogalmazott, segítséget nyújt a kórház működésében. Igen, ez már a sokadik alkalom, amikor megkerestek minket, hogy a kórház részére tudnak biztosítani hollandiai testvérkapcsolat által adományokat. Nyilván örültünk, nyilván segítséget nyújt a kórház működésében. Gyakorlatilag ugye orvostechnikai eszközökről és mindennapi használatot segítő anyagokról van szó. Gyakorlatilag a betegellátásnak a segítése a célja ennek az adománynak. Nyilván lesznek olyan cikkek, amik könnyítik a kórház működését azzal, hogy ezeket már nem kell beszereznünk, és gördülékenyen tudjuk szervezni a munkát az osztályokon a betegek érdekében. Előjáróban megkaptuk ezt a hírt, hogy ebben az évben még egy nagyobb adományra lehet számítani, bútorzatokra. Ez meg különösen előnyös nekünk, mert a beszerzése ezeknek az eszközöknek kimondottan nehéz, és gördülékenyen nem megoldható. Nyilván az osztályoknak az ellátásában ez jelentős segítség lehet. A két műtőágy is jókor érkezett, hiszen több műtőegységgel rendelkezik a kórház, és ezeknek az eszközöknek a karbantartása alapvetően jelentős költség, így jó, hogy van tartalék, amit majd tudnak ilyenkor használni. Több műtő egységgel is rendelkezik nyilván a kórház, és ezeknek az eszközöknek a karbantartása alapvetően jelentős költséget jelent, és nyilván előfordul, amikor gazdaságilag már nem hatékony, és így jó, hogy van tartalékunk, és tudjuk ezeket majd aktívan használni. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság a megváltozott közlekedési körülményekre figyelmeztet. Az ősz beköszöntével ténylegesen megváltozott az időjárás, ami mindenében kihívás elé állítja a közlekedőket. Az esős párás ködös időben az út és látási viszonyok kedvezőtlenné válnak, helyenként csúszós falevelekkel borított útszakaszok is előfordulhatnak. Ebben az időszakban fokozott óvatossággal kell közlekedni, alkalmazkodva a megváltozott időjárási és útviszonyokhoz, ezáltal megelőzve a baleseteket. Az őszi időszakban gyakoriak az úgynevezett pálya elhagyásos balesetek. Megyén közútjain egyetlen nap alatt két esetben is előfordult, melyeket egyrészt a gépjárművek nem megfelelő műszaki állapota, másrészt a sebességhelytelen megválasztása, a figyelmetlenség vagy a váratlan helyzetben végrehajtott hirtelen kormánymozdulat okozhat. Fontos kiemelni, hogy abban az esetben, ha a látási viszonyok indokolják a kötfényszórót, a járművezetők jogszerűen használhatják, így eleget téve a látni és látszani elvnek, mely a baleset megelőzés egyik alappillére. Ugyanekkor a kötfényszóró indokolatlan alkalmazása jelentős baleseti kockázattal bír, mivel annak indokolatlan használata elvakítja a szemközközlekedő járművezetőt. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, fogadják meg a lábbi tanácsainkat.
Indulás előtt ellenőrizzék a gumi abroncsok állapotát, időben gondoskodjanak a téli gumi abroncsok beszerzéséről, felszereléséről. A téli gumicserét ne a havazáshoz, hanem a hőmérséklethez igazítsák, és ne feledkezzenek meg a helyes guminyomás beállításáról se. A párás szélvédő baleset veszélyes, ezért indulás előtt a párát el kell távolítani. Ellenőrizzék a világító berendezések működését és gondoskodjanak a lámpabúrák tisztántartásáról. A rosszul beállított fényszórók nem csak az adott jármű vezetőjét gátolják az utolévő akadályok észlelésében, hanem a többi jármű vezető elvakításával balesetveszélyes helyzetet is teremtenek. A hideg idő beköszöntével érdemes ellenőrizni a hűtőfolyadék fagyáspontját, valamint a nyári szélvédőmosó folyadékot a téli időjáráshoz igazodóra cserélni. Célszerű folyamatosan gondoskodni annak pótlásáról és ellenőrizni az ablaktörlő gumik állapotát. Szenteljenek figyelmet a fékek állapotának, valamint a fék folyadék megfelelőségének is. Rossz állapotú fékek, valamint a használat során viszkozitásból vesztő fékolaj a fék hatékonyságát rontja, ezáltal a megváltozott útviszonyok közötti megállás is hosszabb időt vesz igénybe. Fokozott óvatossággal közelítsék meg a kijelölt gyalogos átkelő helyeket. Egyre később világosodik és korábban sötétedik. Szürkületben sötétedéskor lakott területen kívül is számítsanak a munkába, iskolába, illetve onnan induló gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők megjelenésére. A gépjármű megfelelő műszaki felkészítés ellenére se feledkezzenek meg azonban arról, hogy a baleset megelőzés legfontosabb alanya maga az ember. A karcagvárosi önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot felsőoktatásban tanuló hallgató fiatalok számára. A Bursa Hungarika felső oktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot felső oktatásban tanuló hallgatók, Bursa Hungarika A-típusú ösztöndíj és felső oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó Bursa Hungarika B-típusú ösztöndíjpályázat fiatalok számára. A pályázatok beadásához a Bursa Hungarika elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése a www.bursa.emet.hu/pay/paybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználó név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER Bursa rendszerbe. A pályázói űrlap az EPER Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva a karcagi polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani, a Kossuth tér 1 földszint 52-es irodába a szükséges mellékletekkel együtt. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. november 5-e. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!